Szuper. Jó. Oké, continue. Na, jó, majd benyomtam. 20 perc a limit, ugye? Nem 15. Ja, 15? Jó. Jó, szupi. Na, hát én nagyon felkészült vagyok, olyan csuda jó kérdésekkel jöttem, hogy hihetetlen. Ó, viccelek, nem, de csak kicsit gondolkoztam. Szóval, jó, kezdjük úgy, hogy igazság szerint haladjunk mondjuk tőled befele majd az előadásodig. Szóval, hogy egy kicsit én egy közös pontot tudok a golit, amire tudlak kötni, vagy amihez tudlak kötni, de hogy mesélj magadról. Vagy hát, hogy nyilván nem kell olyan hosszan, de érdekel. Azt tudom, hogy néptánc az erősséged, meg hogy a szüleid is néptáncolnak, valamilyen. Ezek az információk, szóval ezen kívül bármi jöhet, Jó, amit oké. Okay. De megosztás. ezt is pontosíthatom akár, vagy akkor ezt már Igen, hagyjuk is. pontosítsd. Oké. Okay. Na szóval, anyukám néptáncos, apukám meg népzenész. Nem tudom, hogy erősségem-e a néptánc, de hogy nagyon szeretem, azt tuti. Meg valamit akarok vele csinálni, és már úton is vagyok, az is. A Goli is igaz történet. Igazolom, ott voltam 3 évet. És akkor hát még mit mondhatnék magamról? Szóval igen, ezt mindig mondom, hogy én mindig is előadó akartam lenni, eredetileg színésznő, és akkor a Nemes Nagyba jártam, ami egy ilyen fél színész szakos szakgimi, félig tánc. És akkor ott volt például a Harold Eszter volt ott az első kortárstánc tanárom, aki most ugye szintén elejtag, és aztán utána pedig lett a Góbi Rita, meg az Asztalos Dóra, és amikor jött a Góbi Rita, akkor én megihletődtem, és úgy döntöttem, hogy én most már maradok. Úgyhogy így kerültem ide, és akkor Biatorbágyon nőttem fel, az erdő szélén, egyke vagyok, szóval a magányosság, mint olyan, az velem járó tulajdonság. De közben pedig egy csomószor ilyen táncházas társaságok bulisztak nálunk, meg ilyenek, szóval ilyen furcsa balansz a sok ember és az egyedül lét között. És hát talán ezt kinevezem a lényegnek a mára. Akkor én itt kérdezek is, hogy mi volt az, ami megragadott, hogy a Gubi Rita maga, vagy szóval, hogy mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy ez az irány, amit te akarsz folytatni, szóval, hogy mi vezetett egészen a góliig, vagy hogy igen, tehát hogy ez. Na jó. Hát az ragadott meg nagyon, hogy a Góbi Ritával csináltunk egy darabot, amin ilyen személyes dolgokról beszélhettünk a színpadon, és akkor ez a fajta kitett személyesség, tehát hogy így látszik is, tehát nem egy ilyen magába húzódó személyesség, hanem egy ilyen látható dolog, ami egyértelműen rólam szól, az nagyon-nagyon jól esett. Szóval ilyen kiskoromban egyszer mondtam, hogy én az aranyhaltól azt szeretném kívánni, hogy majd, ha nagy leszek, úgy legyek hasznos, hogy mégiscsak önmagam vagyok. És akkor szerintem ezt éltem itt meg, hogy amit én mondok magamról, az ebben a közegben valamiért fontos. És nem azért, mert én vagyok, hanem mert a mindenki személy valahogy, ez egy olyan nyelvezet, ami által a kis személy olyan fontos dolgok tud lenni, ami érdekes egy csomó másik kis személynek. És akkor ez, hogyha alkotsz, vagy hogyha, szóval igen, hogy az alkotásaidban ez így megjelenik,
Valamelyest. Hát merem remélni. Nagyon szeretném, ha megjelenne, igen. És most a bakelitban, amit hozol darabot, az saját kreáció, vagy az hogyan néz ki? Igen, szóval, hogy én vagyok az anyukája, de közös munka a Bitó Katival, meg a Pajzs Miklóssal. Milyen szerepel? Igen. Meg még egy csomó inspiráló tagból, szóval, hogy így majd lehet látni a köszönet nyilvánításnál, hogy ott fel vannak sorolva adatközlők, ezek a falusi nénik és bácsik, akiknek a táncát nézve, gyimesi táncot nézve kialakítottuk a magunk táncát. Szóval, hogy ez egy ilyen közös kreáció. Trióban vagytok? Tehát, hogy hárman vagytok a térbe? Igen, igen. És akkor te vagy az ötletgazda. És én vagyok az ötletgazda. És az alkotásra visszatérve, ugye ez honnan indul? Vagy szóval, hogy miért alkotó vagy? Miért nem csak táncos? Vagy szóval, hogy mi volt ennek az útja, hogy ideig eljutottál? És miértje? Okay. Ez is a gimibe kezdődik, hogy bár van egy rövidebb sztori, azt mondom először, hogy amikor a déd nagymamám, aki Izraelben él egyébként, megkérdezte, hogy én akkor most mit csinálok, és mondom, hogy táncolok, akkor nagyon nagyot röhögött, és azt mondta, hogy de édesem, az nem szakma. És akkor a nagymamám is, meg még többen mások mondták, hogy akkor tudod ezt a szakmát csinálni, hogyha alkotni is tudsz, szóval ha nem vagy mindig függő állapotban. De hát ez persze nem lenne elég, hogyha nem lenne ihletem, akkor hiába mondják nekem ezt. Úgyhogy az is van mellette, hogy van egy, hogy vannak dolgok, amik fontosak nekem, és azokat szeretném megpróbálni kifejezni. És úgy érzem, hogy nem elég, hogyha csak úgy beállok valaki más fontos mondani valója mögé az én fontos mondani valómmal, hanem szeretnék egy külön teret arra, hogy kikísérletezzem, amit én szeretnék mondani. Úgyhogy és, így. Aha. És ennek a kísérletnek van valami magja, vagy ez így változó? Tehát, hogy így az ihleted változik, vagy van valami téma, ami így tök érdekel, és ezt próbálod így minél inkább megfogni különböző alkotásokban, vagy hogy ez hogyan van? Azt hiszem, hogy ez a személyesség, amiről a legelején beszéltünk, vagy beszéltem, meg a figyelem és személyesség párosítása, az mindenképp egy olyan dolog, ami mindig-mindig vissza fog érni, sőt, van, hogy néha azt hiszem, hogy az egész kortárs táncerről szól, nem csak az én munkáim. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire munkáim, hát szóval, hogy most kezdtem, azért nincsen olyan sok még. De vannak ilyen kis blokkok, egységek, hogy most például érdekel engem, hogy a néptáncot és a kortárstáncot hogyan lehet ötvözni, és akkor ezért egyfolytában olyan ötleteim vannak, hogy szeretnék egy karikázót, egy kalotaszegít, egy gyimesit, szóval a különböző fajta néptáncokat, azok különböző dolgokra inspirálnak, de a lényege vagy a magja az mindig ugyanaz, hogy hogyan lesz valami közösségi és valami egyéni együtt a színpadon. Uh-huh. Vagy nem színpadon, meglátjuk. Uh-huh. Szuper. És itt ilyen néptánc részén, hogy maga a tudásanyag, az honnan származik? Hogy hol sajátítottad el a néptáncot, vagy most ehhez az előadáshoz mondtad, hogy lesznek videók, hogy honnan jön a mozgásanyag, vagy ennek tudása? A legtöbb tudás az a táncházból érkezik, mert hogy ugye, szóval anyukámtól is rengeteg jön, aki táncos,
De úgy is jön anyukámtól, hogy nem megkérdeztem, hogy hogy van ez a lépés, hanem gyerekkoromtól kezdve ott aludtam és szívtam magamba az alfa állapotba a néptáncot. Úgyhogy akkor a moldvai és a gyimesi az még egy specifikus, mert van egy tábor, az a neve Serketánc tábor, mindenkinek ajánlom, ez itt a reklám helye. És ott már ilyen 11 éves koromtól kezdve járok minden nyáron, és ez egy ilyen tábor, ahol gyimesi, moldvai táncok vannak, meg cirkusz, meg játék, kézműveskedés, stb. És akkor ott is tanultam rengeteget. És hány éves voltál, amikor így ebbe, tehát így amióta ezt csinálod a néptáncot? Én még meg se voltam, már ott voltam. Aha. De sose jártam néptánc egyesületbe, vagy ilyen korosztályomnak szóló néptánc órákra, hanem amit anyukám felnőtteknek tanított, ott voltam én is. Uh-huh. Szuper. Nagyon jó, hogy így bele csöppentél egy ilyenbe. Meg hogy én ez is szeretem. Is olyan szinten, hogy tudod is alkalmazni az alkotásaidba, meg a munkáidba. És mint táncos jelen vagy így a kortárs táncvilágban, vagy hogyan? Igyekszem jelen levővé lenni. Van ugye a Mártának az Umar Munk című darabja, abba voltam. Az Oberfrank Réka kért, hogy legyek benne majd az új darabjában. Azt nagyon várom, hogyha tényleg ősszel sikerülni fog ezt beindítani. Akkor most lesz még egy ilyen szerb projekt, amibe bekerültem, mert nekik kis néptáncot tartottam, és akkor az így megtetszett nekik, és mondták, hogy akkor még dolgozzunk együtt. Szóval kezdegetek bele kerülni. Most erre az IZP-re pályáztál amúgy? Aha, igen. Az AYA nevű volt iskolatársammal pályáztunk együtt. Szuper. Erre ez is egy nagyon jó dolog lesz, remélem. Aha, nagyon jó. Nagyon szeretem. Aha. Igen? És ezen kívül, hogyha így nem a tánc, akkor még mi érdekel, hogy így mit szoktál csinálni? Mit szoktam csinálni? Hát nagyon sokat hímzek most, ezt már egyszer mondtam is, hogy szeretnék egy hímző márkát, amiben ilyen vicces vagy nem vicces idézeteket fogok pólókra írogatni, és akkor most már van, most készül a 6. póló, és hogyha elérem a 7-et, akkor csinálok egy Instagramot nekik, hogy az emberek megvegyék. Ez onnan indult, hogy a volt barátommal rengeteget röhögtünk a Pocahontasban egy dalszövegen, ami úgy hangzik, hogy ásnék én izibe, csak fájdogál most a bokám, és ezt mindenképp rá akarom hímezni valamire, és aztán rájöttem, hogy ho-ho, mennyi potenciál. Úgyhogy sokat hímzek, akkor nagyon-nagyon szeretek énekelgetni, nagy álmom, hogy egyszer még ebben az életben énekeljek egy koncerten valamit. Lehet, hogy az is oké, hogyha egy barátom esküvőjén éneklek neki. Csak az a lényeg, hogy lehessen egy jót énekelni mikrofonba egyszer. Ilyen dolgok. De mindig más stációban van, amikor az olvasás, van, amikor a rajzolás, van, amikor az írás, mindig valamilyen hullám jön, és akkor ez elkap és elvisz. Illetve most kezdtem el tanítani, azt is nagyon élvezem, egy ilyen Stardust Musical Dance School nevezetű helyen, ahol az első musical tánctanárom a főnököm, és az ő tanítványait kortárs táncra tanítgatom. Ők milyen korosztályban vannak? Hát 10-től 18-ig minden van. Azt kell mondjam, hogy elég vegyes. És ez ilyen egész állás, vagy hogyan? Nem, ez csak ilyen kis külön óra.
De jó. Heti kettő. És valamilyen tanulságos neked az ő mozgásukon, vagy testükön, ahogy a kortestáncot befogadják, vagy valami inspiráció, vagy bármi? Még ilyenem még nincs. Inkább olyanom van, hogy tartottam az órát, és azt szoktam csinálni általában, mert már így egyszer-kétszer tanítottam, nem húzamosabb ideig, és akkor mindig valami vicces dolgokat mondok, mikor nekiállunk egy-egy feladatnak, és most azt vettem észre, hogy ezeket így nem érdekli az én viccem, hanem beszélgetnek és röhögnek a maguk dolgán. És akkor rájöttem, hogy hú, hát végül is ez a tanítás az egyáltalán nem rólam szól, hanem így róluk. Úgyhogy ez nem tudom, hogy ez milyen dolog, de jó, hogy rájöttem legalább, lehet kicsit későn. Szóval ilyen dolgokra már kezdek kapizsgálni. Uh-huh. Szuper. És így zárszóként ehhez az elegy este kizépé módra, ehhez bármiféle info van, amit így mondanál, amit a jövőbeli nézőknek üzennél? Bármi. Hát, hogy gyertek el, ez király lesz. A mi darabunk az máshogy lesz itt, mint ahogy a színpadon, és máshogy, mint ahogy a filmváltozatban, ami majd a MU online platformján lesz. Szóval, hogy az a lényeg, hogy ez mindig más. Úgyhogy várok mindenkit szeretettel. Nagyon jó, köszönöm szépen. Le is telt szerintem a 15 percünk. Oké, és király, köszi szépen a kérdéseket. Én köszönöm a jelenlét.